Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Péni István volt a nyíregyházi sportlövő OB sztárja. Harmadikok lettek a csapatversenyben a balkányi birkózók. Kolonyi György életéről nyílt tálat Vásárosnaményban. Összevont labdajátékok diákolimpiai országos döntő lesz Nyíregyházán. 5 érmet szereztek Halásztelken a nyíregyházi vannacskák. A legjobb 6 közé jutást célozza meg a nyíregyházi KC. 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a házigazda nyíregyházi polgári lövészegyesület versenyzői a tűzfegyveres országos bajnokságon. A legnagyobb érdeklődés a 2 olimpikon Szabján Norbert és Péni István versengését kísérte, amelyből az utóbbi került ki győztesen. Ezt szerettem volna elérni, mert idén már van egy légfegyveres országos bajnoki címem, és most arra törekszem, hogy mind a 3 számban sikerül országos bajnoki címet szerezni felnőttben, tehát egy ilyen mesterhármast összehozni a lövészetben. Mennyire fekszik neked ez a lebonyolítás a döntőnek, ez a kieséses rendszer? Tetszik, vagy nem tetszik ezek a szabályok, úgyhogy ezt kellett megtanulnunk lőni az elmúlt 4 évben. Nem tartom azt igazságosnak, hogy elveszik az alapversenynek az eredményét, nem például most is az alapversenyben már 2 kör előnyt szereztem a második helyhez képest, amivel ugye azért sokkal előnyösebb lenne a döntőbe indulni. A döntő az lényegesen kevesebb lövés, tehát és az első 8 lövés után már kiesik az első, a legutolsó versenyző. Ezért, hogy valakinek az elején bejön egy hiba, akkor kiesett a döntőből, és itt egy kicsit a szerencse, vagy nem is az, hogy kicsit egy jobb, nagyobb faktort vesz része be a döntő versenyzésben, ami meg nem feltétlenül előnyös ugye a jobb lövők számára. Egy sportlótó meg szokták kérdezni, hogy miért pont az adott sportág mellett döntött, a te esetedben ez alig, ha volt kérdéses. Igen, az én esetemben ez egyáltalán nem volt kérdéses, mert a szüleim is sportlők voltak. Ugyanakkor én focival próbálkoztam előtte, viszont ott volt egy térsérülésem, amit követően az szüleimmel megbeszéltem azt, hogy akkor most hagyj kezdjem el végre a lövészet. Ezt 11 éves kor előtt nem lehet elkezdeni, nekem ez pont egybeesett ezzel a korral, úgyhogy pont ideális időben kezdtem el a sportlövészetet, és nagyon hamar jöttek az eredmények, úgyhogy végül itt meg is ragadtam, meg élveztem, és imádom ezt a közeget, úgyhogy tényleg csak mindenkinek ajánlítom a sportlövészetet. Te egyike volt annak a 8 sportlövőnek, aki ott volt Rióban, magyar részén, milyen élményekkel tértél haza? Pozitív, meg negatív élményekkel is tértem haza. Az eredményt illetően elégedett voltam, persze nem jött össze az a nagy csoda, amit elvártam magammal szemben, hogy döntőből is akár egy érmet szerezzek, de hát tovább készülök. 19 éves voltam a versenyszámnak a legfiatalabb kóta szerzője. Úgyhogy így igazából semmilyen negatív élményem nem volt ezzel kapcsolatosan. Ugyanakkor az olimpiának a közege az egy olyan fantasztikus dolog, amit csak akkor élhet át az ember, tehát ezt igazából elmondani nem lehet, ezt át kell élni. Úgyhogy tényleg egy olyan élmény, ami egy egész életre szól. Egészen fiatalon szembesültél azzal, hogy milyen egy fokozott média érdeklődés, ezt hogy tudod kezelni ennyi idősen? Azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg ez számomra szerencse is a pályafutásom elkövetkező időszakában, hogy én már ezt ilyen hamar megtapasztaltam, mert így végül is együtt növök fel vele, és ez ugye egyre csak növekszik, ahogy én is idősödök, és egyre jobban tudom kezelni, mondhatjuk. De ugyanakkor az elején gondot okozott, mert most is azért valamilyen szinten zavar azért az, hogy mindig figyelnek, de ugyanakkor ez tovább csak motiváló, és nem hagy pihenést. Jó néhány olimpia benned lehet még a korodat tekintve, mennyire tervezel előre? Én most először a következő olimpiai tervezek, tehát Tokióig. Nagy szerencsére az egyesületem megadta azt a lehetőséget, hogy mindent megért, hogy mindent biztosítani fog számomra a következő 4 évre, úgyhogy tényleg csak a sportlövészetre fogok koncentrálni, emellett természetesen a tanulmányaimra, úgyhogy nagyon hálás vagyok az Újpesti Torna Egyletnek, és próbálok tovább így akkor készülni. Utána majd meglátjuk azt, és bízom benne azt, hogy sikerül Magyarországon megkapni a Budapest 24-et, de mégsem sikerülne akkor is nekem a 2024-es olimpia, tehát pont akkor leszek abban a korban, ami a pályafutásomnak a csúcsa lehet. A szóbeszéd szerint jelentős szerepet van abban, hogy felépül a nemzeti lőtér, mi igaz ebből? Valamennyi biztosan igaz belőle, tehát ez egy nagyon jókor volt nekünk az ifjúsági olimpia, pont amikor jöttek ezek a kiemeltebb támogatások a sportba, úgyhogy bízom benne azt, hogy ez meg fog épülni, és nagyon várom, mert tényleg szükségünk van egy felett 50 méteres pályára, meg egy olyan lőtér, ahol nyugodtan tudnánk készülni, és nemzetközi körülmények között, tehát egy olyan, amilyen nemzetközi versenyeken is találkozhatunk egy olyan szintű lőtérre. Úgyhogy nagyon várom, de emellett azt várom igazán, hogy tényleg legyen az Újpesti Torna Egyletnek, tehát a Shell klubnak legyen egy olyan helye, ahova nyugodtan le tudják vinni a szülők a gyerekeiket, és nyugodt körülmények között jó színvonalon lehet készülni.
Konkrétan arra gondoltam, hogyha igaz, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is közted volt egy párbeszéd, és utána indult el ez az építkezés. Igen, ez volt így, tehát akkor megígérte, hogy lesz lőtörünk, és mondta, hogy ugye mostan eredmény, úgyhogy most kell próbálkozni, most kell jönni. Egyben el is készültek a tervek, mind a Fehér úti lőtérre, mind a Mexikói úti lőtérre, úgyhogy én bízom benne, hogy minél hamarabb ezek meg fognak valósulni, mert sajnos szükség van rá, tehát az országban nem sok ilyen jó lőtér van, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én ezen a lőtérre még nem jártam itt Nyíregyházan, de ez szerintem az országban, amit én láttam lőtér, azok közül az a legjobb színvonalú 50 méteres lőtér. És ez szerintem nagyon nagy hátrány a sportának ahhoz, hogy eredményes legyen az, hogy az országban kevés ilyen szintű lőtér van, és ahol ilyen szintű lőtér van, ott is nagyon nagy az edző hiány, tehát a gyerekekkel nincsen, aki foglalkozzon, és anélkül, hogy nincsen velük, aki foglalkozzon, így nem lesz nagy tömeg, és pedig ahhoz, hogy kijöjjön az egy-két tehetséges versenyző, hogy szerintem szükség lenne egy kicsit arra, hogy tömeg is legyen. 3 arany, 2 ezüst és 8 bronzérmet szereztek a balkányi birkózók saját rendezési nemzetközi versenyükön, így a 3. helyen zárták a csapatok versenyét. Létszámban sajnos kevesebben jöttünk össze, mint tavaly. Tavaly 270 gyerek indult, most 221. Viszont külföldi csapatok egy nemzete bővültek. Moldáviából jött el egy csapat, akiket Erdélyben sikerült megismerni, és hála Jóistennek elfogadták a meghívást. Moldáv csapaton kívül olasz barátaink vannak itt Felvidékről, Szlovákiából érkeztek, Beregszászról vannak még, és Erdélyből Székelyudvarhely, illetve a magyar klubok, kb. 30-32 klubban Magyarországról. Állami támogatásban részesülünk, amit kiemelt sportákként a birkózás megkap, amit a Birkózó Szövetség műhely támogatásra fordít. Hála jó Istennek, tehát ez nagyon-nagyon jó jött ez a pénz, amivel tudtuk bővíteni a létszámot, illetve külföldi versenyzésekre, edzőtáborozásokra szoktuk költeni ezt a pénzt. Az állami támogatás eredményfüggő, tehát minél jobb eredményünk van, annál több pénzt kapunk. Ebben az évben 4,5 millió forinttal támogatott minket a Birkózó Szövetség, illetve az állam, és úgy néz ki, hogy idén több olimpiai pontot fogunk elérni, mint tavaly, úgyhogy valószínűleg több lesz a támogatásunk is. Országos viszonylatban mennyire egyedülálló, hogy egy ilyen kis település egy ilyen rangos versenyt tud rendezni? Minden évben örömmel jönk ide, minden évben el is mondjuk, hogy egy ekkora nagy verseny megrendezni nagyon nagy büszkeség mind a megyének, mind Balkányvárosának. Országos viszonylatban egyre nagyobb kiterjedéssel tud vendégeket megszólítani. Több klub jön el most erre az országból, mint határon kívülről. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon szép verseny, egy nagyon nagy verseny. Azon kívül pedig egy példát mutatunk, mert most már egyre több klub akar az ország egyéb pontján is ekkora versenyt rendezni. Lásd például Hajdú-Bihar megyébe Püspökladánytól megkezdő számos település, vagy a Dunántúlon Szombathely, vagy éppenséggel Szeged. Azt gondolom, hogy hát próbálnak olyan települések is felkapaszkodni a balkányi színvonalhoz, a szabolcsi színvonalhoz, amit itt ez a kis település csinál, ez a kis klub, ez egy csodaszámba megy. Egy-egy sportágban egy sikeres olimpiai szereplés lendületet az adott sportágnak. Most Rio tekintve a birkózásról nem mondható, ez lehet-e negatív hatása, vagy pedig tekintve, hogy kiderült a kormány továbbra is folyósítja azt az állami támogatást a kiemelt sportágoknak, mint eddig, ez csak egy átmeneti gyengélkedés lesz. Én azt gondolom, hogy mindig nagy húzóerő egy bajnok, egy olimpiai bajnok, egy világbajnok. Nekünk ebből most nem jutott, legnagyobb sajnálatomra és legnagyobb bánatomra. Talán azt kell megmutatni azokat a bajnokainkat, akik az idén diák és egyéb korosztályos versenyeken sikeresen szerepeltek. Sajnos az olimpiai szereplésünk nem lett olyan, amilyen elvárható lett volna ettől a csapattól, ezért aztán, amit eddig minden olimpia után, amikor volt egy-egy dobogós vagy bajnokunk, vagy több dobogósunk is volt, például Londonban, akkor több ezerre nőtt a leigazolt versenyzők száma. Ez most valószínűleg nem így fog történni ebbe az évbe, de a sportágfejlesztési támogatás folyósítása továbbra is reményt ad a sportágnak. Mi 2013-ban letettük a kormánynak a sportágfejlesztési koncepciót, egy 7 éves, 2021-ig szólót. Ebbe most lassan oda jutunk a középszinten, amikor a Birkózó Akadémiáknak kellene azt a korosztályt megfogni, ami 14-18 évig, mielőtt felnőtt belép, hogy ne hagyja ott a sportágat, és egy komoly utánpótlás bázist tudjon majd a felnőtt versenyzőknek jelenteni. Polgármester úr, milyen jelentőség a város számára egy olyan rendezvény, amely már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, és több nemzet birkózóit elhozza évről évre Balkányba?
Egy óriási felelősséget jelent számunkra, hogy ennyi nemzetnek a fiatal birkózóit egyrésztről a szállással, a vendéglátással legyünk, és magát a lebonyolítást is megcsináljuk, de örömmel tesszük, mert én úgy gondolom, ennek a kisvárosnak egy hírértéke van, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, mert Magyarországról is, még Ócsáról is, Dunántúról is jöttek versenyzők, úgyhogy egyre népszerűbb ez a torna. Ez az első, őszi első verseny a fiatal birkózóknak, és most kezdődik igazán a szezonjuk. Kolonics a sportlegenda címmel kiállítást nyit Vásárosnaninban. A tálatot a kétszeres olimpiai bajnok emlékét gondozó alapítvány rendezte. A Kolonics alapítvány elsősorban azzal a céllal jött létre, hogy azt a szellemiséget, azt a hagyományt, amit Koló maga mögött hagyott, azt ápolja és a fiatal generációknak átadja, hiszen tényleg olyan értékeket közvetített ő maga, mint sportoló, sportember, amely értelmes célokat, kézzelfogható célokat nyújthat a fiatalok számára manapság is. 16. alkalommal kerül megrendezésre vagy megnyitásra itt Vásárosnaményban, amely azt gondolom, hogy egy kiváló szám és eredmény az alapítvány számára, hiszen tényleg rengetegen, azt mondhatom, hogy most már 100 000-es nagyságrendben látták országszerte és határon túl is a kiállítást. Nagyon kellemes élmény volt a mai megnyitó számomra, hiszen rengetegen itt voltak, és hát látszik az, hogy a sporták felé, illetve Koló felé rendkívül nyitott a város. Óriási munka volt ezt a kiállítási anyagot összehozni. Nagyon nagy segítséget kaptunk a szülőktől, hiszen azok a tárgyak, amelyek itt vannak, ezek mind a szülők tulajdona. És külön köszönet az alapítvány kuratóriumának egyes tagjainak, Pető Zsoltnak többek között, aki gyakorlatilag önköltségi áron támogatásként a kiállítások installációit mindig megcsinálja, elvégzi. Meddig látható itt Vásárosnaményban a tárat, és hol lesz a következő helyszín? 10 napig tart a kiállítás, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy igyekezzen, nehogy lekésse a kiállítást. A következő helyszín Pécs lesz, és még idén Pakson lesz egy kiállítás. Polgármester, hogyan került Vásárosnaménybe a Kolonics György életét bemutató kiállítás? Városunk ismét egy mérföldkőhöz érkezett, hiszen valamikor 30-35 évvel ezelőtt a kajakkenu virágzott térségünkben. Szerencsére a kajakkenu szövetség fölfigyelt arra, hogy itt a 4 folyó ölésében fekvő kisváros és a térség méltó arra, hogy ez a sportág újra szerepet kapjon a magyar sportpalettáján. Így Ugi Imrével és a kajakkenu szövetséggel, Baráti Tele elnök úrral is sikerült fölvenni a kapcsolatot, akik látják Vásárosnaményban, Tuzsérban, Záhonyban és a teljes beregi felsőszabolcsi szatmári részben ennek a sportágnak a kitörési lehetőségeit, ezáltal lapátos pihenőhelyes programok indultak be, illetve a kajakkenu szövetség szeretné, ha az itt élő gyerekek egy kitörési pontként megismerkedhetnek ezzel a csodálatos sportággal. Mekkora lökést adhat a gyerekeknek ez a kiállítás? Én láttam az arcokat. A gyerekek, amikor tátott szájjal figyelnek oda olyan emberekre, és figyelnek oda valakinek az emlékére, aki már nem lehet sajnos közöttünk, akkor hiszem és vallom, hogy aki most úszóként volt itt, vagy focistaként, az látja ebben a sportban a más jellegű kitörési lehetőségeket. Ugyanakkor a sárkányhajó roadshow, ami július 23-án került megrendezésre, szintén egy olyan új fazont adott a vízzel való megismerkedésnek, amitől már csak egy lépés a kajakkenu megismerése. Mikorra indulhat be teljesen a kajakkenu sport? Tantervi programba be fog épülni, tehát az ötvös iskolának a tantervébe beépül. Megtettük az első lépéseket a szövetséggel, illetve igazgatóval, és nem véletlenül volt itt a tankönyv vezetője sem, Pászor Csabáni asszony, hiszen látjuk azt, hogy mi hamarabb be kell, hogy kerüljön, és lehetőség szerint jövő évtől ez már megindulhat. Újjáélethet a Tiszának ezen a részén a kajakkenu sport, és egy komoly turisztikai fejlesztés előtt állunk, amely ismét egy lökést ad akár a sportágnak is. Milyenek a kilátások? A kilátásaink azok nagyon jók, sőt azt is mondhatom, hogy több mint jók. Hála ezért a kajakkenu szövetségnek, és hála ezért a megye településeinek, akik abszolút nyitottak voltak a kajakkenu szövetség kezdeményezésére, ezáltal ilyen kajakkenu pontok jöhetnek létre több megyei településen, és ráadásul ezt szerettük volna felfűzni a megyei fejlesztési programokra is, így nem csak úgymond vizitúra fejlesztés, hanem emellett sportfejlesztés is megvalósul, és egyrészt a GINOP-ból lesz finanszírozva ez a fejlesztés, másrészt pedig a megyei top forrásokból is, reményeink szerint, és ehhez olyan kiegészítő infrastruktúrát tudunk kapcsolni, amelyel jelent sem megkönnyíthetjük majd azoknak a sportolni vágyóknak, vagy akár csak túrázni vágyóknak a lehetőségeit, akik szeretnének bekapcsolódni a vizitúra adta lehetőségek megismerésébe. Képviselő egy olyan valakinek, aki
üzte egykor ezt a sportát, gondolom dupla öröm, hogy az egyik magyar sikeres sportág ebben a régióban ismét életre kell. Ez különösen nagy öröm számomra, hiszen én annak idején a Nyíregyháza színeiben kenusztam. A 80-as években, ahogy el is hangzott itt a kiállítás megnyitója során, a megyében igen komoly kajakkenő élet volt, Vásárosnaméban is működött egy szakosztály, és hát tényleg a szívemből szóló kérés volt, mert hiányzott ez a megyének, hiányzott ez annak, és nagyon sok olyan embernek hiányzott, aki szereti a vizet, szereti a Tiszát, és nagyon örülök annak, hogy a Európai Uniós támogatással, de a kormány döntése alapján a szakági szakszövetségek támogatást kaptak, itt a Lovasz Szakszövetségtől kezdve a kerékpároson át a Magyar Kajakkenu Szövetség is egy közel 2 milliárd forintból fejleszthet, és az egyik ilyen fejlesztési pont Vásárosnaméban egy vízibázis létrehozása, és el fog indulni a kajakkenu oktatás Vásárosnaméban, sikerült edzőt szerezni, és vélhetően sikeres lesz a Vásárosnaméi kajakkenu szakosztály, és abban biztos vagyok, hogy nem csak Vásárosnaméból, hanem a térség településeiből is lesznek olyan fiatalok, akik ezt a sportágat szeretnék majd űzni. 2017-ben Nyíregyházán rendezik meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjét. Ezt a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke Baracsi Endre jelentette be a szervezet közgyűlésén. Ennek az értekezlet az a cél, ez a közgyűlésünk, hogy megbeszéljük egyrészt a elmúlt évet, értékeljük egy kicsit az elmúlt évet, illetve megbeszéljük azokat a feladatokat, amelyek ebbe az évbe, ebbe a versenykiírásba várnak ránk. Lesz feladatunk bőven, és nagyon komoly vállalásaink is vannak, annyit mindenképpen megemlítenénk, hogy elvállaltuk az összevont labdajátékok országos döntőjét, amely februárban kerül majd megrendezésre itt Nyíregyházán, ami azt jelenti, hogy közel 700 gyerek, illetve a hozzájuk tartozó majdnem 100 testnevelő lesz itt a megyénkben az országból, úgyhogy ez az országos döntő ez egy nagy falat, de mindenképpen szeretnénk ezt úgy megvalósítani, hogy nem csak Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében legyenek ránk büszkénk, hanem az országban is. A Szabolcs-Szatmár-Beleg megyei versenyzők egyéni csapat sportokban évről évre magas teszik a mércét, az előttünk álló tanévben meg lehet ugrani ezt a szintet. Igen, én úgy gondolom, hogy mindig lehet javítani a teljesítményen és az eredményeken, most is ez a célunk, de természetesen nem az a legfontosabb azért, hogy mindig egy szintet lépjünk és komolyabb eredményeket érjünk el, hanem az, hogy minél több gyerek ismerje meg a diákolimpiai keretein belül is a sportot, a napi rendszeres testmozgást, és ehhez mi teremtsük meg az alapokat. Milyen segítséget jelenthet az, hogy folyamatosan javul a infrastruktúra, tanúszodák épülnek, futballpályák épülnek, sportcsarnokok, tornatermek újulnak meg? Ez egy nagyon komoly segítség, és valóban ez, hogy ilyen infrastruktúra fejlesztések valósulnak meg a megyében, és nem csak a megyében, hanem országos szinten. Azt hiszem, hogy ez a sport szempontjából egy olyan komoly előrelépés, egy olyan jelentős, szintlépés, amely nagyon fontos ahhoz, hogy valóban a gyerekek megkapják azokat a körülményeket, amelyek a mindennapi testneveléshez, a mindennapos testmozgáshoz és a olyan sport eredmények eléréséhez, amelyre méltán lehetünk büszkék, szükségesek. A tanév kezdete egyben a diák olimpiai versenysorozatok kezdetét is jelenti, ez a mai összejövetel egy tájékoztató jellegű, melyek azok a legfontosabb változások, ha vannak az előttünk álló tanévet tekintve, amelyek a diáksport szempontjából jelentősek. A diák olimpia az idejében 30 éves lesz, ezt a jubileum évet szeretnénk egy nagy giga rendezvényel, egy mega rendezvényel ünnepelni, itt a szomszédos Debrecenben lesz erre lehetőség, ezt az év végén június 21 és 25 között tesszük meg, rendezzük majd meg. Ezen több mint 2000-2500 gyerek fog részt venni, úgyhogy azt gondolom, hogy méltóképpen fogjuk tudni megünnepelni a jubileumi tanévünket. Emellett, ami nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a Diák Olimpia presztízsét emeli, az idei évben már nem csak a Magyar Diáksport Szövetség hirdeti meg a versenyrendszert, hanem az EMMI-vel közösen, a Balogh Zoltán miniszter úrral közösen rendezzük meg, hirdetjük meg a Diák Olimpiát. Ettől azt várjuk, hogy mind a finanszírozási problémák megoldódnak, mind pedig a tanároknak a versenyekre való eljutását megkönnyíti ez, illetve bízunk abban, hogy még több gyerek a tavalyi 280-290 ezer fős tanulószámot is meg tudjuk ugrani, vagy többen fognak jelentkezni a versenyekre. Nemzetközi szintű diákolimpiai rendezvények is vannak. Az előttünk álló tanévben lesznek-e olyan európai vagy világversenyek, amelyeken a magyar diáksportolókat lehetnek? Igen, nagyon büszkék vagyunk az idei évben rendezett nemzetközi versenyünknek, hisz otthont adhattunk a
középiskolások mezei futó világbajnokságának a Margit szigeten, ami nagyon-nagyon jó rendezvény lett. A Nemzetközi Iskolasport Szövetség, az ISF kiemelte az eseményt, hogy a legjobb eseményük volt a tavalyi évben. 2015-ben sikerült megnyernünk az úszó világbajnokságot is, ami szintén egy nemzetközi verseny lesz. A következő évben fogjuk ezt Budapesten megrendezni, ami illeszkedni fog az úszó évhez, ami jövőre ugye a úszó világbajnokságot, illetve akár a Final Six-et vízilabdába is említhetném, ez a programsorozathoz fog illeszkedni a középiskolások úszó világbajnoksága jövőre. Egy arany, két ezüst és két bronzérmet szereztek az NVSC Big Boxing versenyzői halásztelken, a Vadmacskák a ringben elnevezésű gálán. A győztes Nagy Kitti a novemberi szófiai Európa-bajnokságra készül. 20-21-én két napos nemzetközi kölyvótornán voltunk, Vadmacskák a ringben elnevezésű halászteleken, ahol 5 versenyzővel indultunk, utánpótláskorú, illetve 2 felnőtt versenyzővel. Egész jól sikerült, volt első hely, második hely, illetve 3 bronzérem. Milyenek a kilátások a közelgő bajnoki tornák előtt? Vegyes igazán, mert szeptemberben elindulnak ugye a bajnokságok, de közben Nagy Kitti most, hogy megnyerte a tornát, a válogatottban készül, aztán lesz novemberben Európa-bajnokság, még mindemellett, amit valahogy össze kell hozni, tanulás, edzés, stb., hogy ki tudjon utazni. Szeptember végén serdülő, ott is van néhány, tehát minden korosztályban úgy néz ki, hogy sikerül indítani néhány versenyzőt, de nagyon nehéz megfelelő minőségű srácokat, lányokat összeszedni a bajnokságokra. Mi a helyzet felnőtt szinten? Felnőtt női vonalban jók vagyunk. A férfiaknál ott viszont egyedül a Kovács Ricsi van, aki most a nyáron, illetve érettségizett, most a nyáron még kihagyott, úgyhogy szeptembertől Nyíregyházán kezdi a főiskolát, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy teljes erővel nekivág, és akkor a december elején a felnőtt OB-n vele tudunk indulni. Illetve még gondolkodom néhány profi ökölvívón, mivel most megnyílt a lehetőség, leegyeztetve a szövetséggel, ha engedélyt adnak rá, akkor lehet, hogy elindítunk néhány profi ökölvívót is a felnőtt OB-n. Egyébként az elmúlt években merre felé haladt az ökölvívás népszerűsége? Szerény véleményem, hogy egy kicsit lefele megy az ökölvívás sajnos itthon. Most főleg az amatőrről beszélek, a profi az azért elég jó szinten van most. Csökken a létszám, egyre kevesebb gyerek van, szeretik az ökölvívást, tehát itt tapasztaljuk nap mint nap, sok gyerek jár edzeni, de nagyon kevés az, aki versenyezni is szeretne. Volt a közelmúltban egy profi versenyző, mégpedig egy hozzád igen közel a profi versenyző. Nagy Márk, velem a helyzet? Igen, ő most már kizárólag az edzősködéssel foglalkozik. Tavaly szeptember 19-én volt az utolsó meccs, amikor magyar bajnoki címet megnyerte. Azután úgy döntött, hogy visszavonul, és csak az edzősködésnek foglalkozik. Úgyhogy teljes válbedobással dolgozik velem. Egyébként az elmondatok tükrében hogyan látod a saját jövőtöket, az NVSC Big Boxing jövőjét? Én mindig bizakodó vagyok, tehát dolgozunk, sok gyerek van, aztán bízok benne, hogy mindig van egy-két olyan, aki eredményt tud elérni, akár nemzetközi szinten is, de azért arra nem mernék sok pénzt rátenni, hogy folyamatosan 2-3 válogatott, illetve nemzetközi szintű versenyzőnk lesz, mikor szétnézünk az országba, komoly klubok, komoly akadémiák nem tudnak ilyet felmutatni, pedig nagyon komoly pénzügyi hátterük is megvan hozzá. A hétvégén rajtol a bajnokság a férfi kézilabda NB1B-ben. A legutóbbi bronzérmet Nyíregyházi KC a legjobb 6 közé jutást célozta meg. Én azt gondolom, hogy elég jelentősen átalakult a csapat. Elsősorban szerkezetileg távozott ugye a kapuból a Nagy Levente, a Gubó Alex, a Munkácsi Máté, illetve a Milojé Dolic a szerb irányítónk. Érkezett a helyébe az ex-nyíregyházi vagy nyíregyháziak, ugye a Gadnai Attila a kapuban, a Vasas Gyurci balszére, az Erdő Zoli irányító poszton, illetve igazoltunk egy sokszoros magyar válogatott egykori nyíregyházi játékost, a Sándor Ákost.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy, egy nagyon jó társaság jött össze, és azt gondolom, szeretnénk folytatni azt a tavaly megkezdett, tavaly előtt és az elmúlt években már azt mondom, hogy évek óta tartó sorozatot, hogy mindenképpen az élmezőben végezzen a csapat. Hogyan sikerültek a felkészülési meccsek, felkészülési tornák? Egy héttel kevesebbet készültünk, mint a tavaly évben, tehát egy 7 hetes felkészülést terveztünk erre az időszakra. Én azt gondolom, hogy ezt lejátszottunk 10-11 edzőmérkőzést. Voltunk Szlovákiában, egy szlovák első osztályú csapat által szervezett tornán. Balmazújvárosban részt vettünk egy már hagyományos nemzetközi tornán. Játszottunk hazai élvonalból a Mezőkövesdel, érkezett hozzánk a Békés, tehát mindenképpen olyan színes volt, erősebb csapatokkal, direkt erősebb csapatokkal is terveztük a felkészülést. Én azt gondolom, hogy volt néhány sérülés, ami a felkészülés időszak alatt sajnos ez természetes, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó sikerült, és a csapat bizalommal várja a folytatást. Jelenthet előnyt, hogy visszaköltözött a csapat a korábban megszokott otthonába? Mindenképpen azt gondolom, hogy tavaly azzal kellett küzdködnünk, ugye, hogy elkezdődött már szeptemberben a BEM iskolában a tanítás, úgyhogy a délőtti foglalkozásokat nem tudtuk ott tartani. Most azt mondom, hogy ideális volt a felkészülésünk, és a Continental Arena, hogy elkészült ennek, mi nagyon borzasztóan örülünk, hiszen délőtt délután tudunk itt edzeni, konditerembe tudunk menni, úgyhogy mindenképpen optimális a helyszín. Egy jó órát meghatározhat sok minden, mire számítasz a nyitófordulóban? Van restanciánk a Székáccsal szemben. Nem tudtunk róla sajnos felvételt szerezni a nyári felkészülés során, úgyhogy egy picit így megnehezíti a felkészülésünket. A tavalyiakra nagyon nehéz építeni, hiszen az információink szerint átalakult és átszerveződött a Székás csapata is, rengetegen távoztak új emberek, úgyhogy ez egy ilyen tapogatózós és meglepetés mérkőzésre számítunk vasárnap. Ezzel együtt én azt gondolom, a mi játékos állományunk, a mi felkészülésünk és a hozzáállásunk, ha más nem, mindenképpen győzelmet várok hétvégén. Ennyi fért a mai Sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!